Sziasztok! Megkerestem az Etovot, hogy hát, ha kipróbálhatnék egy elektromos rollert, és ők azt mondták, oké. Hát most itt van egy Etov GT. Ez egy 500 wattos roller, a kupakot most nem tudom fejbe, de majd kiírom ide a kijelzőre. 110 kg-ig terelhető, 13 kg az összroller súlya, ami őszinte leszek veletek, más gyártónál még nem láttam ilyen könnyűbe ekkora 8-szoros kerekekkel ellátott rollert. Legalábbis így nézegettem, meg mondták is, hogy nagyon könnyű. Van rajta egy jó kis kijelzőnk, egy elég erős reflektorunk, hátul piros világítás, fék is látható, hogy ha nyomom, akkor megjelenik. Van elektromos fékünk, ami visszatölt, van gázkarunk, ami itt egy helyben nem fog megindulni, csak hogyha megtöljük, de ki lehet rajta kapcsolni. Megmutatom nektek gyorsan a kijelzőt, hogy mit található rajta, mi hogy állítható. Nos, itt láthatjátok a kijelzőt, itt már jelzés narancsárgában, hogy világít ez a kis refi. Ez egy elég jó fényt adó reflektor, még így fényes nappal is elég jól látszik. Van hátul nekünk egy piros lámpánk, amit ha megnyomom az elektromos féket, akkor erősebben világít. Nem tudom, mennyire fogja átadni, talán így. Van egy standerünk, itt van a töltés, csatlakozom, ez egy használt roller, szóval ezen ne nézzetek, de ilyen smiley-szerű a rollernek a dugója. Ez ilyen kipróbálható roller című kategória, ez már használva van, karcok, minden van rajta. Ugye nagyon ritka, hogy elektromos rollernél még a markolat is összecsukható. Ez még egy picit be van szorulva. Na megvan. Össze van csukva. Ez a sisaknak az irányjelzője, ez nincs rajta gyárilag. Ugyebár is így, hogyha lenyomom azt a piros kart, amit láttatok, akkor teljesen össze lehet csukni a rollert. Azért megmutatom távolról is, hogy hogyan van összecsukva. Hogyha ezt a két gombot megnyomtam, akkor lehajtom. Standard én visszahajtom ilyenkor. Megnyomom ezt a piros gombot, finoman lenyomom, közben előre nyomom a kormányt. Ja, és néha nekem ez nem megy elsőre, de így né, sárvédőbe bekattan, van egy ilyen kis hordfülünk, de akár lehet ezt a rollert egy ilyen válpántos megoldással is kérni, amúgy érzem, hogy nem valami nehéz darab, azért sok roller nem ilyen könnyű. Elől-hátul rugós felfüggesztésünk van, így talán meg tudom mutatni, itt van alatta a rugó. Ja, és gyerekek, itt van egy állvány, amit külön lehet hozzávenni, ha szekrénybe vagy valamibe bel akarjátok rakni ezt a rollert, egész könnyen elfér, és akkor nem kell így fektetve szórakozni vele, hogy hova rakjuk, ez egy jó dolog, keresítem majd az Etovnál ezt is. Most megmutatom nektek, hogy milyen sisakot kaptam kölcsönbe hozzá, egész érdekes, igazából egy elektronikus sisak. Na nézzük! Na és gyerekek, itt van nálam egy egész érdekes kis sisak, ezt is az Etovtól kaptam kölcsönbe. Azt kell tudni, ez az első fehér fény, ez egy homogén fény, nem zavarja az autósokat, viszont ez itt hátul egy viszonylag erőteljes, jól láthatóvá teszi az embert, mert a rollernek itt van lent a izéje, mindjárt bekapcsolom, ha megtalálom, ebbe is kéne kapcsolni. Na, itt van hátul ugyebár a világítása, eléggé lent van. Viszont, hogyha ide feljössz, akkor ugye van ennek is egy nagyon jó fénye, igazából untig elég szokott lenni. Ez a sisak tölthetős. Csak nekem most nincs körmöm, nem olyan könnyű kivenni, de látjátok. Itt van a bekapcsoló gombja, ezzel lehet bekapcsolni. Itt van nekünk két darab gombunk, ami egy ilyen vezérlő, ilyen távirányítóra van rakva. Az a lényeg ezzel a távirányítóval, hogy indexelni is tudunk a sisakkal. És jelzi hanggal is. Most megálltam, ugyanezt megnyomtam. Másikat megnyomom. Akkor a jobb oldali megy. Viszont ez két sípolásra jelzi, míg a bal oldalit egyel. Még egyszer. Igen, ezt ha észreveszitek benne a szünetet, így a hangba.
így azért tudja a dolgát. Hát ez is egy nagyon jó dolog igazából, kényelmesnek kényelmes, fejet fogja védeni, mert úgy van kitalálva. És őszintén megvan, nálam kisebb fejű emberre is tökéletesen jó. Itt hátul állítható a cuccal a szorossága, hogy mennyire legyen fixen az ember fején. Magyarul a méretét lehet ezzel állítani. Nos gyerekek, nem lesz ez a rollerezés, meg tényleg nagyon jó. Nekem még be is jött ez a roller dolog, mert azért tényleg megvan az előnye. De nekem ez a roller személy szerint kicsi idekintre. Mert most, hogy egy városban használnám, és azt mondom, hogy faluhelyen, vagy ahol betonozva van vége a járda, ott tökéletesen jó. Sőt, az ilyen enyhébb macskaköveket is, látjátok, egész jó a rugózása, nem rossz. De nekem sajnos, én maradok a kerékpárnál, meg az elektromos kerékpárnál, mert nekem az jobban bejött. Megpróbáltam, nekem ez egy igazából egy érdekes dolog volt, kipróbáltam egy ilyen elektromos rollert. Nos gyerekek, mi a véleményem erről a rollerről? Azt kell mondanom, nagyon jól ki van találva, bár ez nem földes utakra van kitalálva ez a roller, de meglepő, hogy mennyire jól bírja, meglepődtem rajta, hogy mennyire jó a rugózása, annak ellenére, hogy ez az üreges tömör gumia van, szóval ez nem ballonos gumi, vagy nem tömlős gumi, ahogy szokták mondani. Szerintem ez egy egész jól eltalált kis roller, és igazából városi felhasználásra tudom ajánlani, aki ilyen helyen lakik, mint én, ilyen erdős, földutas, nem mindig tudná használni, szóval ő neki feltétlenül nem, de persze, városi embereknek, vagy olyan faluban lakóknak, ahol mennek, tényleg végig betonút van, nem kell szórakozni, amúgy hozzáteszem, a legkisebb ilyen bukkanót is lazán végig megy, nem akar ledobni a roller, nem akar kicsúszni alólam feltétlenül, bár tény, vizes időben nem ajánlják, hogy ilyen huklikra menjél föl, feltétlenül, ha csak nem vagy biztos rolleres, mert el tudsz csúszni vele. Nos, nekem bevált ez a roller, városba tudom ajánlani, faluhelyen is, hogyha betonozott az út, és van a kisebb huklik, azon bőven elmész, de mondjuk földúton is, most kipróbáltam földúton is, és meglepő, hogy végigment rajta. Tényen, nagyon finom homokban már túl pici a kerék, ez a 8-szor, ez nem valami nagy, de viszont városban ez egy tökéletes megoldás. Most ha tegyük fel, agglomerációból jársz be, elmész autóval a vasútállomásra, felszállsz a vonatra, viszel magaddal egy ilyet, viszont a vonatállomástól leszállsz, még van másfél-két kilométer a munkahelyed, viszont nem akarsz buszozni, nem akarsz másokkal együtt izzadni, meg minden, akkor ez egy remek megoldás tud lenni, ez az elektromos roller, amin éppen ülök. Nos, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Igen, zavarja a szememet az erős fény, ez van. De gyerekek, csak ajánlani tudom az e-tovot. Nincs rossz véleményem róla, én még kezdő vagyok elektromos rollerbe, de szerintem jó. Ja, és iratkozzatok föl, lájkoljatok, légy szíves, és jövök legközelebb is valami hasonló, vagy elektromos kerékpár, vagy power station, vagy zseblámpa, vagy bármiféle tesztel, bár én úgy hallottam, hogy most ütésálló telefont fogok tesztelni, szóval valószínűleg az fog jönni a következőre. Na, sziasztok!